104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt című magazin műsorunkat hallják. Május 3. napján, vasárnap, anyák napján, és egy nappal az írásbeli érettségik indulása előtt. Így hát tisztelettel köszöntöm több okból is a telefonvonal túlsó végén Kolósz Ujjú Edit tanárnőt. Tanárnő, késcsók, üdvözlöm! Jó napot kívánok, köszöntöm önt is, és a kedves vizsgázókat is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre áll. Első kérdésem, holnaptól akkor ön is érettségiztet, ugye? Hát éppen holnapra nem vagyok beosztva, de majd a magyar érettségén én is felügyelni fogok, igen. Jól van, akkor jó munkát kívánok, legyen kedves húzni egy tételt nekünk. A tételem címe a középkori magyar állam megerősödése Károly Róbert uralkodása idején. No hát akkor Károly Róbert a tételünk, jól van, akkor 10 percünk van, tanárnő, jöjjön a tökéletes felelet. Amikor 1301-ben kihalt az Árpádház, a koronáért három jelölt is harcba szállt, köztük az Anjou-házból származó Károly Róbert, aki a nápolyi király fia volt. A trónkövetelőket a tartományurak segítették, ők olyan bárók voltak, akik egész országrésznyi területeket, azaz több vármegyét irányítottak és saját hadsereggel rendelkeztek. A trónviszályokból végül Károly Róbert került ki győztesen, akit a pápa és a magyar egyház is támogatott. A kisebb hatalmú tartományurak megrettentek a pápai átoktól és behódoltak a királynak. Károly Róbertet háromszor koronázták meg, mert a Szent Korona Kán Lászlónál az erdélyi vajdánál volt, aki nem akarta visszaadni. Ennek hiány viszont nem tekintették törvényesnek királyi címét. A nagyhatalmú tartományúrral végül alkut kötött. A vajdai méltóság megtartása fejében az átadta a koronát és letette a hűségesküt a királyra. Károly Róbert uralkodását 1308-tól számítjuk. Abba Amádét 1312-ben a kassai polgárok segítségével végül a Rozgonyi csatában győzte le. Egyedül Csák Máté uralmát nem tudta megtörni. Északon fekvő területeire csak annak 1321-es halála után tudta kiterjeszteni az uralmát. A legyőzött tartományurak birtokait az őket támogató nemeseknek adta, és ezzel egy új, hozzáhűséges bárói réteget hozott létre. Annak érdekében, hogy a királyi birtokállomány ne csökkenjen tovább, a bárók úgynevezett honorbirtokot kaptak. Ez a hivatali méltóságukkal együtt járt, de csak addig élvezhették az innen származó jövedelmet, amíg az adott tisztséget viselték. Az örök birtokként kapott földek után hadseregkiállításra kötelezte őket a király. Mivel saját zászlajuk alatt vonultak hadba a király parancsára, ezért őket zászlósuraknak is nevezik. Földesúri magánhadseregük a bandérium. A kisebb birtokkal rendelkező nemesek a vármegye zászlaja alatt vonultak hadba az ispán vezetés. A király hatalmát erősítette még a királyi bandérium és a kun könnyű lovasság is. A 14. század elején az államkincstár üresen áll. A királyi birtokok eladományozása miatt a földbirtok után szedett dominális jövedelmek visszaestek. Mivel a pénzgazdálkodás sokat fejlődött, az uralkodónak lehetősége nyílt arra, hogy királyi jogon pénzben behajtott regálékból pótolja a hiány. Ezért Károly Róbert megreformálta ezeket. A középkorban királyoknak bányászati monopóliuma volt, ami azt jelentette, hogy nemesfémet, sót csak a királyi bányászok termelhettek ki. A magánföldesúri birtokon a bányászok lelőhelyre bukkantak, azt a király elkobozta tőlük. Igaz, hogy egy másik területtel kárpótolta őket, de ezek sokszor távol estek az eredeti birtoktesttől, ezért inkább eltitkolták a lelőhelyet. Károly Róbert azzal tette érdekelté a birtokosokat a bányák feltárásában, hogy az urbura a bányászok által a királynak fizetett bányabér egyharmadát átengedte nekik, ami jelentős jövedelemhez juttatta a nemesi nemzetségeket. Ennek hatására nagyon sok új bánya nyílt az országban. A király külföldről hívott be német, cseh és morva bányászokat, letelepedésükkel nőtt a bányavárosok száma az országban. Jelentős bevétele származott a királynak a pénzverési monopóliumból is, ami azt jelentette, hogy csak a királyi kamaráknak volt joga pénzt verni. Ezért a bányászok kötelesek voltak a kitermelt aranyat leadni, ennek fejében hasonló súlyú vertpénzt kaptak vissza, de ezek aranytartalma csak 40-50% volt. A kincstárban így jelentős arany maradt, ebből származott a kamara haszna regálé jövedelem. A király lemondott a pénzrontás eszközéről. A pirenzei mintára vert
forint aranytartalma minden évben azonos volt. Az emiatt kieső bevételt a király a jobbágyokra kivetett kapuadóval pótolta. Az Árpád-kor elején a földek kétharmada még a királyé volt, ezért a földművesek kétharmada a birtokosoknak járó terményhányadot a királynak fizette. A 14. században viszont már csak a jobbágyok 20%-a élt királyi birtokon, így 80%-uktól a királynak nem volt semmiféle bevétele. Az új adót rájuk vetette ki. Minden egész telken gazdálkodó, azaz egy kapu mögött élő jobbágy, évi 18 dénárt fizetett a királynak. Ez volt a jobbágyok első állami adója, ami jelentős bevételt hozott a kincstárba. A jó minőségű aranypénzt szívesen fogadták el a külföldi kereskedők is, ami az import megnövekedését vonta maga után. A megélénkülő kereskedelemre király 30-ad vámot vetett ki. Ezt a királyi vámszedőhelyeken áthaladó kereskedők fizették a náluk lévő áruk értéke arányában, tovább gyarapítva ezzel a kincstár bevételeit. A reformok révén Magyarország jelentős közép-európai állammá vált, így Károly Róbert közvetítőként lépett fel a térség uralkodói között. 1335-ben Visegrádra hívta a cseh és a lengyel királyt, elsimítva a köztük lévő viszályt. A három uralkodó kijelölt egy új királyi útvonalat a nyugat felé haladó kereskedőknek, ami kikerülte volna az áru-megállító joggal rendelkező Bécset. Ez ugyan anyagilag kedvezőbb lett volna a kereskedők számára, végül mégsem használták, mivel a Bécsen áthaladó út földrajzilag kedvezőbb volt. A magyar király rokonságban állt a lengyel uralkodóval, akinek nem volt fiú utóda. Így Károly Róbert elérte, hogy az idősebb fiára, a későbbi Nagy Lajosra hagyja a lengyel trónt. Károly Róbert uralkodása alatt helyreállította a királyi hatalom tekintélyét, gazdasági reformrai révén jelentősen megnövelte az állam bevételeit. 1342-es halálakor egy megerősített államot és teli kincstárat hagyott fiára, Anzsú Nagy Lajosra. Talán ő ez volt a tökéletes felelet. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm áldozatos munkáját, hogy folyamatosan rendelkezésemre állt. Ígérem, hogy fogjuk folytatni, úgyhogy további jó munkát, jó egészséget, boldog anyák napját kívánok, és aztán hamarosan újra találkozunk, remélem. Minden jót kívánok. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. A 104 Rádió egy tökéletes feleletében Kolószújó Edit tanárnőt hallották. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.